mit csináltok? Ez nem túl legális szerintem, amit most... Majd megbeszéljük. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja van, és a kommunista diktatúra egyik belügyminiszterét, az ÁVO-nak az alapító atyát szeretnénk, hogyha eltávolodna a magyar közterületekről. És a Tanú című filmet a filmművészet értékének tartjuk, de nem a valóságként megélendő dolognak. Szóval ez egy szakkollégium. Hát így van, így van. Az intézmény, aminek a neve már végig eltávolodott attól. Hát sajnos nem, most már igen, igen. Most ezzel eltávolodott, eddig nem, de ezzel eltávolodott. Természetesen ezt nem, ez csak a performance része, nyilván jogi úton kívánunk fellépni az ellen, hogy Rajk Lászlónak bármi is a nevét viselje. De jó, hogy itt vagytok, mert mindjárt meghallgathatjátok azt, hogy valójában mi Rajk Lászlónak a története. És akkor... Az oké, hogy elkezditek fáradni. Szerinted, bocsánat, fordítva ülünk a lovon, szerinted az oké, hogy Rákosi belügyminiszteréről van elnevezve egy oktatási intézmény? De tudják, hogy miért neveztek el erről az oktatási intézményünket, vagy csak annyit lettek, hogy Rajk is... Van szerepe, hogy miért neveztek? Gondolom azért neveznek el egy intézményt valakiről, mert példaképnek tekintik. Nem. Ez az ember oszlatta föl a tudják, civil szervezeteket. Bocsánat, most beszélek, tehát szeretném befejezni, amit elkezdtem. Szóval majd Washington DC-t is át fogják nevezni Barack Obama DC-t. Hát majd ha le kell úgyis a tábla. De mi a bántó? Az, hogy Rajk Lászlónál nevezze az utca, vagyis az intézmény? Ez bántó? Na, nevezzük át. Egy kommunista bűnös. Na, hát akkor át kell nevezni az elnevezést. Nem értek egyet. De nem személyeskedünk. Tény és való, hogy Rajk az Akasztják a hóhért című történetbe került bele, és végül ő is elhunyt ebben a borzasztó diktatúrában, de ez nem menti fel a bűnei alól, nem az igazságért halt meg. Magyarországon törvények tiltják a kommunista közterület és intézmény elnevezéseket, az alaptörvény is a kommunista diktatúra bűneinek elévülhetetlenségéről beszél, és a mai napon a kommunista diktatúra magyarországi áldozatainak emléknapján azért vagyunk itt, mert szeretnénk tiltakozni a 20. századi önkényuralmi rendszerek megítélésénél alkalmazott kettős mérce ellen. Tehát megengedhetetlennek tartjuk, és reméljük ebben ti is egyetértettek, hogy a totalitárius diktatúrák között érzelmi alapon különbséget tegyünk. El kell ítélni itt Magyarországon. Százezreknek, millióknak a nyomorúságát okozta, kezdve a padláslesöpréstől, az emberek megkínzásáig, a körömletépésekig, a rengeteg halálos áldozatig. Rajk belügyminiszterségéhez köthető a Pócs Petri, úgy nem tudom erről mit tudtok, amikor emberek tucatja halt meg, és szenvedett mártírhalált az igazságért. Beadványt fogunk intézni annak érdekében, hogy ez az elnevezés megváltozzon. A mai napon postánra adunk egy levelet a Corvinus Egyetem rektorának. Nagy szégyennek tartjuk, hogyha az egyetem és a diák közösség ragaszkodik ez az elnevezéshez. Meghökkent engem, hogy Rákosinak vannak a mai napon ezek szerint hívei. Kérdezhetjük, hogy... Természetesen. Kérdezhetek most én? Igen. Önök szerint miért neveztük el így ez a kollégiumot? Mármint nem én akkor még nem éltem, de vajon miért nevezhetünk így el? Tényleg azért, mert egy kommunista diák közösség elnevezett ez a kollégiumot? Nyilván azért nevezték el így, mert példaként tekintettek Rákosi belügyminiszterére, hiszen ugye egy Rajk Lászlóról beszélünk, ugye? Ez nem igaz. Mármint amit most mondott válasz, ez nem igaz, és szerintem ön sem. Tehát azért nevezték el Rajkról, mert utálták? Nem, azért neveztük el Rajkról, mert egy olyan időben éltünk, amikor Rajkról elnevezni volt a lázadás. De most nem ilyen időben most élünk. Most nem ilyen időben élünk, csak akkor, hogyha arra kérdés... Vagy ez is egy lázadás akar lenni? Nem, az nem egy lázadás akar lenni. De akkor arra a kérdésre, hogy miért neveztük így el a Rajkot, nem az a válasz, hogy azért neveztük így el a Rajkot, mert egy kommunista intézmény vagyunk, aki szerette rá. Hát akkor át kell nevezni. Éppen folyamatában vagyunk amúgy egy átnevezés. Na, hát ez nagyon jó, tehát akkor egyetértünk ezek szerint, nem? De most már jelenleg a Rajk László szakkollégium, az reményeink szerint az 50 évben annyi mindent csináltunk, hogy ez már kicsit elválik attól a névtől, akivel egyetértek. Tehát akkor az most elején, már... Elején a mondásra egyetértek, amit mondott. De ez nem azt jelenti, és egy pillanatig sem azt jelentette, hogy mi valami olyannal azonosulunk, hát ez nagyon furcsa. Emberek együnk volt. Hát pedig ez nagyon furcsa, ebből ez derül ki pedig.
Tehát akkor meg kell változtatni az elnevezést. Egyébként nem a szakkollégiumban van baj. Rajk is meg kellett volna változtatni a nevét azért, mert az apját úgy hívták, hogy Rajk. Tehát már megbocsolod, hogy a családi ügyekkel nem foglalkozunk. Ezt én értem, hát itt, csak ugyanis nem erről van szó. 50 éves hagyománya a Rajknak. És hát igen, a Rákosi rendszernek vannak több évtizedes hagyományai, ezt tudjuk, és szomorúan tapasztaljuk. Csak ettől meg kéne tartani a távolságot, azt gondoljuk. Szerintem minden cselekedetünkkel megtartjuk a távolságot, viszont ez egy olyan név, amit a kollégiumunk és több mint 700 ember már úgy kapott meg, hogy az intézményhez kötődik, és nem pedig az ember. Tehát ez nem igaz. A Stalinról elnevez, akkor hagyni kéne, mert 50 éve. Nem, de például Horthy Miklóssal is felavattam. Hát azért nehogy már Horthy Miklóst egy napon emlegesd Rajk Lászlóval. Milyen alapon lehet egy napon emlegetni Horthy Miklóst Rajk Lászlóval? Egy másik nagyon hasonló. Mi az, hogy nagyon hasonló? Koncepciós perek? Tömeggyilkosságok? Önkényuralmi rendszer? Bocsánat, de hogyha itt ilyen történelmet tanítanak nektek ebben a szakkollégiumban, akkor itt nagyon komoly problémák vannak. Ön is tudja, hogy nem ez történik. Látja a helyzetet most, tehát, hogy mindenki tudja, hogy nem azért neveztük el Rajk. Hát akkor át kell nevezni, de hát akkor miről beszélünk? Jó. Nyugodtan ezt a nem tudom micsodát. Be is fogom nyújtani. Egy év alatt 773 kommunista utcanév ellen indítottuk meg a kormányhivatalok eljárását. És a 773 utcanévből mostanáig 35 utcanevet neveztek át. Tanulmányoztuk, hogy mégis milyen okból következett az be, hogy nem sikerült átnevezni a kommunista utcanevek 95%-át. Az történt, hogy a jogszabályi környezet az változtatásra szorul, mert annak az eldöntése, hogy ki volt a kommunista diktatúra üzemeltetésében bűnös személy, és ki az, akiről nem lehet elnevezni közterületet, ez tudományos kérdés, és a jogszabály ennek eldöntését a Magyar Tudományos Akadémiához rendeli. A patrióták szorgalmazzák, hogy az országgyűlés módosítsa a kommunista utcanevek tilalmáról szóló jogszabályokat, és szélesítsék ki ezt a kört, és ne az MTA döntse el, hogy kiről lehet elnevezni közterületet, és kiről nem, ki a kommunista, és ki nem, hanem egy ennél sokkal pártatlanabb és szakmaibb testületre kell ezt bízni, mert azok az állásfoglalások, amik ott születtek, egyszer nem vállalhatóak.